Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön Battlefield 4 patch hírek, mert most már végre megcsinálták a Battlefield-ot, a működő játék, Jézusom, tehát talán így kellett volna kiadni végre, és akkor megéri a pénzét, de most már végképp megéri a pénzét, hogy olcsóbb lett a Battlefield 4. Miközben láthatjátok itt a fantasztikusan szarul sikerült, mármint nagyon nagyszerű Gunmaster játékomat, ugyanis ugye egy új játékmódot is kaptunk ezzel az új Battlefield patch-et, továbbá 5 új fegyvert, amit majd bemutatok nektek a test range-en. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy egy-két fontosabb dolog, amit tudnotok kell erről a kis tavaszi patchről, ami jött, és olyan dolog, amit ti is valószínűleg észre fogjátok venni a játékban, hogy kicsit másképp működik. Most már tudnotok erről, lehet késelni a kis járműveket is, tehát hogyha be vagy ragadva egy quaddal valahova be vagy ragadva, akkor ki lehet késelni gyakorlatilag, úgyhogy ki lehet ezt próbálni. A head glitch már nem úgy működik, ahogy működik, de ezt is látni fogjátok a test range-en. Meg fogom mutatni, hogy működik gyakorlatilag, úgyhogy aki unja itt a rizsát, az nyugodtan áttekerhet arra a részre, ahol bemutatom az új fegyvereket, és beszélek egy kicsit az új lövésről. Ugyanis igen, most újfajta lövést kell megszokni Battlefield 4-en belül, mert az is nagyon sokat változott a sok-sok patch után, és én hosszú ideje nem kapcsoltam be a Battlefield 4-et. Egyrészt, hogy egy kicsit pihentessem, másrészt várom az új éjszakai pályákat, és akkor egy kicsit visszatérek Battlefield 4-re, az azért egy kicsit új kihívást hoz. Most már így, hogy 140. szintnél vagyok, így azért már 850 óra után egy kicsit uncsi lesz. Persze 850 óra után újra meg kell tanulni körülbelül a játékot, mert a patchek során annyit változott, hogy gyakorlatilag tényleg újra meg kell szokni a BF4-et, és nagyon sokat fogok beszélni a videó második felében a lövésről, az új lövésről, úgyhogy aki kíváncsi rá, az érdemes és várja ki, vagy tekerjen oda, mert lehet, hogy egy-két új dolgot fogok tudni mondani nektek, ugye. Hozzájött a Gunmaster játékmód, amit nagyon szerettek amúgy a BF3 miatt, de az az igazság, hogy a BF3-nál hozzáadtak olyan térképeket, vagyis olyan térképekkel jött be a Gunmaster, amik erre voltak tervezetve. Megcsinálták ott a Close Quarters-t, és a Gunmaster az tökéletes volt a Close Quarters-re. Na most az az igazság, hogy itt BF4-ben olyan térképek vannak, mint például itt ez a Siege of Shanghai is, meg a Lankadam, ami tipikus erre, olyan szintű camp és spawn camp tud folyni egy Gunmaster esetében is, hogy az hihetetlen. A jó dolog az, hogy a szerver tulajdonosoknak több szabadságot adtak, hogy milyen fegyvereket rakhatnak be és csinálhatnak meg, és a többi, ami egy nagyon jó dolog. A rossz dolog benne az a spawn idő, szóval egyes szervereknél annyira hosszú a spawn idő, hogy kijössz a játék ritmusból, hogyha netán valahol meghalsz. Szóval ez az egyetlen hátrány, ami BF4 Gunmasternél bekövetkezhet. Egyrészt a pályák szerkezete és struktúrája nem az igazi, azt kell mondjam, hogy így erre a bizonyos fajta TDM-re. Másrészt pedig ugye az a bizonyos spawn idő, ami BF4-ben jelen van, az katasztrofálisan hosszú, és nagyon ki tud venni a ritmusból tulajdonképpen, de amúgy örülök neki, hogy visszajött, mert lehet élvezni, és egy fun játék, és az a jó, hogyha egyes szerver tulajdonosok ugye kicsit kihasználják a fantáziájukat, és ilyen nagyon trükkös fegyvereket állítanak be, amelyek így rákényszerítenek arra, hogy egyikről a másikra egy másik játékstílust vegyél fel, mondjuk az egyik pillanatban egy gépfegyverrel össze, a másik pillanatban egy sniperrel vagy DMR-rel, mert kicsit másképp kell alkalmazkodod, ezért így igazán kihívássá tudják tenni igazából a Gunmastert most már így a szerver tulajdonosok, és ezért móka tud lenni, és kinek ajánlatos a Gunmaster? Hát azoknak, akinek már van 800 órájuk ebben a játékban, és igazából jobb dolgok nincsen, csak úgy játszogatni, azok szerintem Gunmastert igazából nagyon fogják élvezni. Na, de rátérve az egésznek ugye a lényegére, mint mondtam, hogy azért
most arra a Battlefield 4 annyit változott, hogy gyakorlatilag a hosszú ide nem kapcsoltad be, vagy vártál arra, hogy ugye ez a játék végre normálisan fusson, és kijavítottak nagyon sok mindent, kapcsolódási hibát, lövés átalakították, itt buff, ott nerf, itt hozzáadtak ehhez, itt hozzáadtak ahhoz, és nagyon sokat változott, ugye? A jó dolog, hogy mindezt ugye a City féle test szervereken visszajelzések alapján csinálták, és végre egy komplett egész játék lesz, sokat javult maga a Frostbite Engine, és jó, hogy a BF4-et egy év után sem hagyták el, de nem így kellett volna lenni. Na most a lényeg, hogyha most veszed meg a játékot, kurva jó jársz, mert helyből ezt a BF4-et szokod meg. Annak, aki már régebb óta kapcsolta be, de régóta van meg a játék, az gyakorlatilag újra meg kell tanulja. Aki pedig folyamatosan játszott a játékról, az apránként szerintem alkalmazkodik ehhez az egészhez, és az akkori, annak menni fog úgy, ahogy eddig is ment ez a dolog. Én speckom, ilyen régóta bekapcsoltam újra, hogy gyakorlatilag át kell menjek mindenen, és így megtanuljam, hozzászokjam, stb. Úgyhogy srácok, én most át is térnék a Death Strange-re, ahol sorba veszik az összes új fegyvert, sorba veszik az új lövést, és az új lövést, hát hogy hogyan lőjük manapság a BF4-be című történet, és a Death Strange-en is sok minden változott ebből a szempontból, majd látni fogjátok, és érdemes ott kitapasztalgatni, tesztelgetni egy-két dolgot, hogy nagyjából fogalmatok legyen arról, hogy mi folyik ott. Nos, akkor jump a test szerverre. Nos, üdvözöllek a Test Strange-en, miután láthatátok a gyönyörűre sikeredett Gunmaster mérkőzésemet. Jöjjenek azok a bizonyos dolgok, azokra a bizonyos lövésekre. Sokat változott a Battlefield az idők során, egyre kevesebbet játszottam el az elmúlt időben. Egyrészt, mert ugye szerettem nagyon a Warframe-et, hogy kicsit beleéltem magam, másrészt pedig ugye direkt egy kicsit tartok egy kis szünetet. Harmadrészt Angliában a netszolgáltatás nagyon szar, ezért nagyon frusztráló lesz játszani a Battlefield, Call of Duty és hasonszörű játékokkal, amikor laggolsz, kidob a szerver, és anyám kínja történik, úgyhogy azért eléggé idegesítő és macera tud lenni a dolog időnként, szóval. De most azért a Battlefield nagyon sokat változott, új dolgok jöttek be a frissítésekkel, egy-két dolgot, amit úgy gondolom, hogy célszerű nektek is tudni, vagy hogy legalábbis aki nem tud angolul lefordítani, ne érje meglepetésként, vagy ne érezd úgy, hogy úristen, mi van, már nem tudok lőni ezzel a játékkal, mert amióta én megcsináltam anno azokat a bizonyos lövéses videókat, azóta rengeteget változott a játék, és azt kell mondjam, hogy végre elért egy olyan stádiumba, ahol lennie kellett volna már az első pillanattól, mert annyi különböző stádiumon mentünk keresztül ezzel a Battlefield patch-ekkel, hogy újra és újra meg kellett szokni mindenféle patch-eket, meg kell szokni mindenféle új lövéstechnikát, akkor ez nem volt jó, akkor ezt kijavították, és akkor itt van most ez a tavasi patch, ahol hozzáadták ezeket az új fegyvereket, és hozzáadták a Gunmastert, és változtattak a lövésen, egy bizonyos dolgokat jóra változtattak, bizonyos dolgokra pedig, nem mondom azt, hogy rosszra, hanem minden dolgon változtattak, és újra kell alkalmazkodni a dolgokhoz, úgyhogy most jöjjön például egy fontos dolog, és az a head glitch, szerintem ezért rakták bele ezt a dolgot is, hogy lehessen gyakorolni egyrészt. Hogyha észreveszitek, hogyha céloztok, akkor... Oké. Amit láthatjátok, ha például egy fedezék mögött állsz, és csak a fejed játszik ki ugye a head glitch című történet, hogyha célozni akarsz, és távol van az ellenfél, akkor a golyóid gyakorlatilag... Vigyáznod kell, hogy mennyire van kint a fegyvered, mert a golyóid hajlamosak lesznek beleütközni az előtted lévő akadályba. Ezt sokszor fogjátok tapasztalni, főleg a megszokott head glitch helyeteken, ahova beálltok és tudjátok, hogy jaj, de jó, itt csak a fejem látszik ki, hát mostantól egy kicsit följebb kell céloznod, hogy jobban eltaláld az ellenfelet. A probléma az ott lesz ugye, hogyha följebb célzol, valószínűleg fölé fogsz lőni, úgyhogy ezen túl ez a head glitch probléma, ha láthatjátok itt is a lövésnyomokat, megoldódott, most már jobban ki kell bújjál a fedezék mögül, hogy eltaláld
az ellenfeledet, ami persze téged is jobban láthatóvá tesz, mert a headwitchekkel az volt a baj, hogy egy kis apró fejet láttál, ha láttál, és ha nem láttál, nagyon könnyű volt onnan bárkit kiszedni, és nagyon egyszerű volt onnan kempelni, úgyhogy ezt megoldották egy ilyen egyszerű dologgal, hogyha headwitchelni akarsz, akkor egy kicsit följebb kell célod gyakorlatilag, főleg ha egy red dot sight van rajta, ezt meg kell, hogy mutassam. Ha egy red dot sight van rajta a fegyvereden, akkor van az igazi szopás, mert eddig ugye AK5 cél, az jó lesz. Mert eddig ugye ahova a red dot sightod nézett, oda mentek a golyók, de most már azért annyit változtattak ezen a red dot sightos dolgon, hogy ahova a fegyver csöved néz, oda fognak menni a golyók, és hogyha a fegyver csöved értelemszerűen lentebb van, mint a red dot sightod, akkor a golyók nagy része bele fog ütközni, amit láthatjátok ide az a bizonyos fedezéket be. Úgyhogy erről érdemes tudni, úgyhogy vigyázzatok egyrészt, mert ahhoz, hogy lőjetek most a fedezék mögül, hogyha headwitchelni szeretnétek, nem fog igazán működni. Ki kell gyertek a headwitch mögül, és jobban mutatnotok kell a testeteket, és akkor fog menni ezzel magatokat is ugye védtelenebbé fogjátok tenni. Nos, akkor jöjjenek azok a bizonyos új fegyverek, egy kis vélemény, és közben beszélünk a távoli lövés változásról, és úgy általánosan a lövés változásról. Jön az első a karabiner, a Groza. Frankó kis fegyver, tetszik, ahogy meg van csinálva úgy az egésznek az eleje, úgy kényelmes célzás biztosít, és ugye az irányzék is, ahogy belenézel, elég széles, szóval hogyha mondjuk egy mozgó célpontra is akarsz vele lőni, akkor az irányzék szélessége, tehát gyakorlatilag is segít egy kicsit jobban célozni. Viszont a célzás azért kurva sokat változott, vagyis a lövés kurva sokat változott a Battlefield különböző frissítései során, és ami egy jó dolog, hogy most már ez tök jól le lehet tesztelni a Test Range-en, mert hozzáadták ezt a kis hitmarker indikátort az egészhez, és most már azt jelzi kb, hogy hány golyóval tudsz leszedni egy ember bizonyos távolságokból. Na most a közeli lövés még mindig effektív karabinerekkel, PDV-kkel és a többi, tehát közelre lehet sorozni az effektív, ami nagyon sokat változott az a távolra lövés, és a távolra lövés inkább azt írtam, hogy ilyen középtávon, és a hosszú távon, amit régen eddig hosszú távon simán megoldottál egy karabinerrel, egy assault rifle-lel, bármivel, az most már azért kicsit macerább lett, hogy azt mondjam, hosszú távra. Tehát középtávra már nyugodtan lehet még mindig sorozni, ám viszont ha már 30-32 méterre van, akkor már össze kell kötni a golyókat, és a Grózánál például, aki ki akarja próbálni a Grózát, hihetetlenül kell ügyelni arra, és általános az összes fegyvernek a recoil, és ahogy rángat miközben lősz, azért kicsit a visszarugás az meg lehet növelve, szóval gyakorlatilag ebben a pillanatban lövök a Grózával kifejezetten, szabályosan húzom vissza az egeret, miközben összekötöm a golyókat ahhoz, hogy precízebben tudjak lőni. A nagyon távoli célpontok, azt kell mondjam, hogyha karabinerrel vagy, egyszerűen felejtsd el, mert nehezen fogod tudni lelőni, nehezen találod, de ha tehát még egy helyben állok is, nemhogy még mozogjak és úgy lőjem el. Szóval a karabinerrel távolra, az a távol az mennyi, 70 méter, szinte felejtős. Szóval erre számítsatok, hogyha nagyon a lövésnél érzékelnétek problémát, tehát a közel az ilyen 10-12 méter, max 20 méterig lehet sorozni az ellenfelet, de a golyószórás így is hatalmas lett. Hogyha már ott vagytok annál a bizonyos 30 méternél, akkor bizony macera lesz, ott már össze kell kötni a golyókat, de még ha akartok, benne lehettek abban a mozgásrádiuszban, szóval így meg lehet oldani a dolgot tulajdonképpen, és hogyha benne vagy abban a bizonyos mozgásban, akkor még eltalálhatod az ellenfelet. Ez nagyjából igaz nem csak a Grózára, tehát ez így általánosan az összes fegyverre. A nagyon távoliaknál pedig, hát jobb, ha megállsz, de mint mondtam még egyszer,
karabinerrel lesz szinte lehetetlen, mint látjátok, egy tárat simán bele fogsz tudni ölni. Emiatt, az egész miatt egy kicsit értelmet nyertek az acog szkópok. Egyrészt meg tudom nektek mutatni, hogy jó, ezen acog van, és azt hiszem az AE-971 egy tökéletes fegyver lesz erre, hogy ezt megmutassam. Kicsit értelmet nyertek ugye az acok szkópok. Egyrészt megláthatjátok, hogy távolra milyen szinten rángat, és most a AE-ekről beszélünk, ami ugye BF4-ben elhíresült, nagyon precíz, nem rángatós fegyver. Ez anélkül, hogy visszafognám az egeremet, szóval hogyha így lövök, hello. Hát ez micsoda. Szóval ez így történik, tehát ha visszafogom az egeret, ezért nem tudtok most már távolra lőni, mert ennyit változott a lövés gyakorlatilag, és hogyha megnézed a fegyvert, most ugye próbálom visszahúzni gyakorlatilag, és szabályosan húzni kell az asztalon az egeret ahhoz, hogy visszafogja, ezért is kezdek egy kicsit lentebbről célozni, és hagyom, hogy felfelé menjen az a bizonyos lövés, lehet, hogy rossz módszer, de így szoktam meg, így csinálom, és közben hát szabályosan húzom vissza azt a bizonyos egeret, hogy megpróbáltam az ellenfelet. A nagyon távoli mozgó célpontokat, hát ez kb. A felejtés kategóriába esik még mindig. Ezért nagyon jó ki van most már balanszolva, azt kell, hogy mondjam, az Assault Rifle, a Karabiner, és akkor jöjjenek kicsit azok a bizonyos support fegyverek. Jöjjön egy macera fegyver, amivel nehéz lőni. Szóval ugye 88-as típus, tehát nem rossz, azért a red dot sight sokat segít, de távolra össze kell kötni, közelre sorozod, de amint látod, szóval azért kapsz ennyi hitmarkert, mert fele a golyóknak igazából mellé megy annak, amit lősz, szóval mindenhogy összességében vigyázni kell azokra a bizonyos lövésekre, vigyázzat kell most már, hogy mikor vagy mozgásban, távolra vagy közelre. Szóval a lövéssel gyakorlatilag most már nem úgy fog menni, hogy jaj, de jó, mész, megsőz az ellenfelet, tovább. Most már tapasztalt Battlefield játékosnak kell lenni, így kellett volna ez legyen az első pillanattól. És az a szomorú, hogy ezt folyamatosan újra és újra meg kell tanulni, újra és újra meg kell szokni, de most már, hogy lassan kijönnek az éjszakai pályák, kijön az új dzsungelpálya, egy kicsit én is vissza fogok térni BF4-hez, addig nagyjából pihentedni fogom, és amikor végre megkapjuk azt a bizonyos egész játékot, akkor valószínűleg újra a több Battlefield videó jön, akkor újra én is megszokom a játékot. Vicces, hogy 140-es szintű vagyok, gyakorlatilag kávé, és újra meg kell szokni, vagy meg kell tanulni a játékot 850 óra után eltöltött játékidőben. Na de mindegy, szóval a Battlefield 4 most megéri a pénzét is, most meg lehet vásárolni, most végre egy egész játék lett, ahol normális minden gyakorlatilag, ahol nem az van, hogy ha új vagy a játékban, vagy ha nem tudsz semmit a játékból, akkor is sikerélményed lesz. Nem lesz sikerélményed, meg kell tanulnod a fegyvereket, meg kell tanulnod a lövést, meg kell tanulnod a pályákat. És a lövés végre most már azért egy bizonyos fajta kihívás lett, úgyhogy a hardcore gamerek azok örülhetnek, mert ha megtanulják mesterien használni a fegyvereket, akkor bizony jó dolguk lesz. Nos, Ennyi lett volna a lövésről, szóval figyeljetek oda, srácok, mert most ha nem babra megy a játék, és most pedig jöjjenek azok a bizonyos új fegyverek, de most már tényleg. Nos, akkor menjünk sorba, Assault Rifle AN-94-es, ugye a nagy visszatérő volt, ez már mindenféle Battlefield-ben szóval. Na, nagyon nagy visszatérő. Egy kicsit gyengébbnek tűnik, mint BF3-ban. Nem rossz amúgy. Szóval semmi gáz vele, jó lehet vele lőni, nagyszerű, 37 golyó, és azt kell mondjam, hogy tökéletesen alkalmazkodva van a Battlefield 4 Assault klasszához, szóval nem jobb és nem rosszabb, mint a többi fegyver, azt kell, hogy mondjam. Precíznek tűnik, szóval vigyázzatok, mint mondtam megint a lövésnél, precíznek tűnik, mert csak egy
vertikális visszarugást láthattok, és nem látjátok a horizontális visszarugást, de ott van. Ott van az a horizontális visszarugás is. Szóval ezért csalók a most már a lövés, tehát AN-94-nél is, és sok más fegyvernél, ahol mentek, gyakorlatilag vissza kell fogjátok a fegyvert. Ott van az a horizontális visszarugás, ugye, tehát így is visszarug a fegyver, így fölfelé, tehát hogy így megy fölfelé szépen lassan, de mindegyik fegyvernél ott van. Ügyeljetek arra, visszafogjátok, mert nem igazán látszik az a horizontális visszarugás, csak a vertikális, csak ugye azt a bizonyos vertikálisat látjátok, ahogy felétek mozog, de ott van az a horizontális is. Szóval ennyit az AR-ről, semmi extra, nem erősebb, nem gyengébb, jól balanszolva van, kényelmes vele lőni, és nagyjából két embert le tudsz szedni egy kára, ha precízen célzol és betalálod azt a bizonyos fejet, legalább az egyiknél. Akkor jöjjön a következő. Következő fegyver, ugye ez a sniper pisztolyféleség. Nem rossz, kell hozzá az a bizonyos scope, csak nekem még nincs feloldva semmire, nem használtam még, most veszem először a kezembe. Úgy működik, mint egy sniper, teljes mértékben, szóval vagy headshot, vagy semmi alapon. Ha rárakjátok azt a bizonyos távcsövet, akkor móka lesz. Amint láthatjátok, az újratöltés van lassú, szóval megfontoltan használni, srácok. Ami jó dolog vele kapcsolatban, egyrészt, hogy most már nem a magnumot kell használni egy távcsővel, amúgy őszintén leszek veletek, szerintem a magnum távcsővel még mindig jobb, mint ez távcsővel. Azért, mert a magnumnál nem kell akkora mértékű golyóesést számolni, viszont ennél azért már meg kell adni a módját azzal a bizonyos golyóeséssel. Stílusos újratöltés, stílusosan néz ki a fegyver, és stílusos vele játszani, szóval jó vele játszani. Használjátok csak másodlagos fegyvernek. Mire gondolok itt, ugye, ha shotgunnal játszol, akkor rak be ezt a fegyvert, hogy a távolabbi célpontokat könnyebben ki tudsz szedni, gyakorlatilag, ugye az a bizonyos scope-pal. Ha nagyon őrült kedvedben vagy, akkor érdemes berakni ezt a fegyvert, és akkor csak ezzel mászkálni. Segít azért megtanulni precízen célozni mindenképpen. De szigorúan egy másodlagos fegyver, és az igazság, hogy amikor használod, és hogyha másodlagosként használod, és nem elsődlegesként, akkor nagyon vigyáznod kell, hogyha ilyen close quarters csatákba keveredsz, akkor az lesz a problémád vele, hogyha nem sikerül elsőre lelőni az elsődleges fegyvereddel azt a bizonyos illetőt, mert jobbra-balra mozog, kifogytál abból a bizonyos tárból, és már nem tud mit csinálni, és ezt a fegyvert kapod elő, a legnagyobb meglepetés akkor fog érni, amikor nem sorozatban fogsz vele lőni, hanem folyamatosan újra kell tölteni. Úgyhogy srácok, ezzel a fegyvere óvatosan, hogyha másodlagos fegyverként használtok, ha elsődleges fegyverként használtok, akkor gyakorlatilag snipert fogtok vele játszani, mert nem erősebb és nem gyengébb, mint egy sniper gyakorlatilag, és nagyjából ugyanannyi lövéssel öl, és nagyjából ugyanakkor a golyóejtést kell számolni, úgyhogy gyakorlatilag vigyázz vele, hogyha ezt használod elsődlegesként, akkor sniperes üzemmódba térjél át, hogyha másodlagosként használod, akkor tartsd a fejedbe, hogy ez a fegyver van nálad, és gyakorlatilag nagyon close quarters csatákba akkor keveredj, hogyha biztos vagy benne, hogy le tud ölni az ellenfeledet illetve egy tárból minimum az elsődleges fegyvereddel. Nos, ennyi lett volna ez a bizonyos kis sniper pisztoly, akkor térjünk le az L86A2-re, ugye a L86A2, kérem szépen light machine gunok között megtaláljátok. Már rögtön ugye, ő is ugye visszatérő BF3-ból, hogy is írjam le. Azt hiszem az a igazán jó kis megfogalmazás, könnyednek ható fegyver. Kicsit olyan, mint egy assault rifle, szóval a tárja is kávé annyi. Amire vigyáznotok kell, hogy azért assault rifle-ként, tehát light machine gun-ként úgy funkcionál, mint egy assault rifle. Szóval a 30-as tárban ne bízzátok el magatokat, nem fogja a kb. 2-3 golyóból leszedni
az ellenfelet, meg kell lőni, jó? Tehát ne arra számítsatok, hogy rambózhattok ezzel a fegyverrel, viszont azoknak, akik nem nagyon kedvelik a light machine gunokat, de szeretnek C4-gel robbangatni például, és emiatt szeretnék a support class-t, de mondjuk az assault rifle-öket szeretik, akkor ez az L86A2-vel tökéletesen meg lesznek elégedve, azt hiszem, mert valóban úgy funkcionál, mint egy assault rifle valahol, és emiatt talán jobban meg lehet szeretni a support class-t is. Mondjuk én nagyon szeretem a light machine gunokat ebből szempontból, és emiatt nekem mindegy igazából ez a fegyver. Jól néz, jó, valahogy szebbre megcsinálták, mint BF3-ról szény. Na most a lövése, amint, ha megnézitek, van neki ugye egy horizontális rángás is, van neki egy, hogyha visszanéztek, ugye a visszarugása, ami ugye vertikális, és minden mellett van még egy ilyen kilengése, egy ilyen jobbra-balra kilengése is neki, gyakorlatilag, ami azt kell mondjam, hogy távolra eléggé meg fog szivatni. Szóval ez egy közeltől középtávig ható fegyver, mert ha belegondoltok, tehát két golyó maradt egy tárban, amire leszettem állva egy távoli ellenfelet, az azért elég macera. Ha precízebben célzok, akkor kettőt esetleg leszedek, de ugye se sincs így a Battlefieldben, mindig mozgásban leszel, úgyhogy ez egy közeltől középtávon hatékony fegyver lesz, leginkább. Nos, ennyit róla, de talán meg fogja szeretetni azért a support class mindazokkal a játékosokkal, akik inkább az assault rifle-öket választanák, és akkor most már lehet rombolgatni C4-gyel, és anyám kínjával minden mással, amivel szeretnétek. Nos, ennyi lett volna ez a fegyver, nem nagy dolog. Ha összehasonlítva a BF3-hoz képest, erre azt kell mondjam, hogy BF4-es, és aki játszik a BF4-en, az tudja, hogy mire gondolok, szóval nem pontosan ugyanolyan erős, nem pontosan ugyanaz az érzet, minden más, főleg az, hogy most már a BF4 és úgy önmagába a Frostbite engine-nek kicsit kezd kikupálódni végre, és egyre jobb lenni. Nos, ennyi lett volna az L86A2, jöjjön a következő, akkor megmutatom a Groza 1-et, egy kicsit komolyabban beszéljünk róla is. A Groza 1-ről röviden, mint mondtam, vigyázni kell vele, mert habár precíznak tűnik, megvan neki mindenféle kilengése, ezért csak közeltől középtávra. Tényleg egy karabinerként funkcionál, gyors akciókra van kitalálva, úgyhogy igazán hosszú távra nem lehet rá számítani. Amúgy nem rossz fegyver, és nagyon kényelmes a célzása, úgyhogy új játékosoknak, kérem szépen, új játékosoknak ajánlom ezt a fegyvert. Azért, mert a belenézel a reflex irányzékába, ha ugye... Ha célozni akarsz a fegyverre, annyira széles az egész irányzék, hogy a mozgó célpontokat is könnyen el fogod tudni vele találni, mert ugye a két széle között az irányzéknak, ha megnézed, van egy csomó táv, és ez nagyon jó segít kezdőbb játékosoknak, vagy azoknak, akik pontozalabbul céloznak, nagyon jó segít befogni az ellenfelet, és tehát így egy szemmértékhez segíti az ellenfelet. A másik dolog, hogyha nem használsz rá red dot sightot, vagy bármi ilyesmit például erre a fegyverre, megtanít egy kicsit kontrollálni a Battlefieldnek a lövés kultúráját, hogy jobban tud hozzászokni a fegyverekhez. Azért, mert a legjobban red dot sightok és különböző szkópok nélkül látod azt, hogy kell lőni a fegyverre. Azkor látod legjobban a visszarugást, kilengést, anyám kínját. És ez a fegyver igazán hatékony lesz, és segít befogni a célt gyakorlatilag a két széle közé az irányzéknak, ami nem egy rossz dolog. Nos, ennyit a Groza 1-ről, akkor jön a Groza 4. Nos, ez itt a Groza 4, a DMR-ek között, DMR-ek, miket beszélek már, a PDV-k között megtaláljátok. Itt a Groza 1, szóval igazából ugyanazt tudom rá elmondani, mint a Groza 1-re, csak fogjátok még közelebbre az ellenfelek írtásával. Szóval
ilyen AS-val kategóriába esik, azt kell, hogy mondjam. Nem voltak túl fantáziadúsak, amikor egy új fegyvert akartak berakni, azt mondom, a készítők, de legalább megkaptuk. Ingyen kaptunk új fegyvert, ingyen kaptunk egy új patchet és egy új játékmódot, ami nagyszerű, mert szerintem a jövőben már pénzt fognak kérni azért is, hogy kijavítsanak egy kurva játékot, ahelyett, hogy rendesen megcsinálnák, úgyhogy ennyit róla, lehet vele durván akciózni. Nagyban át fog alakulni a Battlefield, és azt kell mondjam, hogy mostanra, most már azért minden fegyver megkapta a maga sajátos funkcióját. És minden kategória, minden klassz megkapta a maga sajátos funkcióját. És tényleg egy tapasztalt játékosnak kell legyél ahhoz, hogy az összes fegyvert általánosan és az összes klassz support assault engineer ugye a magadévá tud, a játék stílusokat a magadévá tud, mert habár a Battlefield egy masszív csapatjáték, és hogyha van egy jó csapatod, mint nekem a TNA, akkor nagyon jól lehet összjátékozni, és egymást támogatni a különböző klasszokkal, és kihúzni a bajból, de hogyha magányosan játszol, akkor bizony alkalmazkodnod kell ahhoz a bizonyos pályához, az a bizonyos fegyverkészlethez, amit az ellenfeleid hoznak, és fejben ott kell lenned, hogy tudd, hogy melyik klasszal játszol, és az adott fegyvertípussal mennyit engedhetsz meg magadnak azon a bizonyos pályán, mert hogyha ezt a régi akciózást folytatod mondjuk így a patchek előtt itt, hogy hú, ez a fegyver, á nem baj, 90 méterre lévő ellenfelet is le fogja szedni, mert ez egy AK-5C, na most már ez nincs így, szóval most már nem fogod tudni leszedni, most már ki kell találni, hogy jutsz közelebb, hogy jutsz mögéjük, hogy tereled el a figyelmüket, hogyan lősz rájuk és tartod őket tűz alatt, és amíg közelebb kerül, szóval frankó játék lett most már végre, és most azt mondom, hogy tényleg igazán úgy érdemes játszani. Mert most úgy rendben van. Most kellett volna kiadják a BF4-et, úgy így megszokni. Ne végigmenni az összes fegyveren már. Mert gyakorlatilag majdnem kimaxoltam az összes fegyvert, és most végre megjavították a játékot, és kezdhetem előről az egészet újra megszokni, és a többi, és a többi. Na, de addig is, amíg ki nem jönnek az éjszakai pályák, hajrá a Battlefield-el, lehet megszokni, lehet a Gunmaster-re játszani, szerintem nem egy rossz játékmód. És hát ja, következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!